Szurkolástól volt hangos a szekszárdi sportcsarnok a Harcosok Éjszakája elnevezésű rendezvényen, ahol a város profi ökölvívója Halász Gábor is ringbe lépett, hogy a gálán hazai közönség előtt egy utolsó küzdelemmel végleg elbúcsúzzon profi pályafutásától. Az ötmenetes meccset kiütéssel nyerte meg a komlói Bán Gábor ellen, így a Fisherman, azaz Halász Bece névre hallgató boxoló ezzel a 10. fellépésen is veretlen maradt Szekszárdon, amivel megszerezte a VFC övét is, így méltósággal búcsúzhatott ökölvívói pályafutásától. Bár nem egészen így tervezte a megmérettetést, mégis örül, hogy győztesen került ki a küzdelemből. Nem így terveztem, de a lényeg megvan, megnyertem, a győzelem megvan. Küzdelmes meccs volt. Az ellenfelem erősebb volt, mint gondoltam, fizikálisan is erős volt, és boxtudásban is magához képest sokkal jobb volt. Ki szerettem volna boxolni, de az elején nagyon sokat akartam, nagyon görcsös voltam. Az elmúlt napok eseménye és itt a DMA meccsem előtti történések is lefárasztottak agyilag, és talán ez miatt is nem úgy ment, hogy kellett volna a bunyó. 3 év szünetet követően rendezték meg a Harcosok Éjszakája gálát a Tolnai megyeszékhelyen, ahol nem kevesebb, mint 15 mérkőzést nézhettek meg a küzdősportrajongók. De nem csak a box rajongóknak szólt ez az este, más küzdősportok képviselő is bemutatót tartottak, úgy, mint az Aliszka Taekwondo és a Szekszárdi Muay Thai Egyesület. Itt már minden visszatért a gála előtti kerékvágásba. Edzéssel töltik el a délutánt az Unió Box Team Egyesület sportolói. Ezeken a képeken Nagy Ramona a csapat ifjú reménysége edzép trénerével, Novák Györggyel. 6 éve boxolok, és önvédelemként szerettem volna elkezdeni, csak hát megszerettem, megtetszett, aztán itt ragadtam. Úgy gondoltam, hogy sokat járok busszal haza egyedül, vagy sokat jártam, és gondoltam, hogy így a pályaudvar nem valami biztonságos hely, szóval legyen önvédelem. Szeretnék majd edző is lenni, meg így szeretném minél magasabb fokozatra eljuttatni így a boxot, szóval, hogy így nagyon szeretném, hogy az életemben maradjon. Halász Gábor a 10. Harcosok Éjszakája eseményen végleg elbúcsúzott profi ökölvívói pályafutásától. A jövőben az Egyesületben szeretne tevékenykedni és az utánpótlás nevelésére fordítani energiáját, hiszen ahogy a felvételen is látszik, sok fiatal választja ezt a mozgásformát. Voltak mindig fiatalok, de ugyan a Gyuri nagyon jó kezekben, a Gyuri fölfuttatta egy kicsit ezt a dolgot. Nagyon jó, szívesen járnak a gyerekek, és látszik a lendület, egy pluszt adott hozzá. Van hozzá ideje is, kedve is, szíve hozzá, úgyhogy teljes emberrel csinálja. Van, aki már 7-8 éves korában megérett el, hogy ilyen tudjon egy feladatot elvégezni, van, aki ilyen 11-2, ilyen 10 éves kortól általában, de mondom, az egyén függő, hogy ki mennyire komoly, mennyire lehet egy feladatot rábízni, és hogy tudja végrehajtani. A fő reménység a Ramon, de van egy-két fiatal ügyes srác, aki most csinálta meg a minimumot, most indul el, és szerintem mindenképpen egy-két év múlva hasonló sikereket fog elérni, mint a Ramona. A fiatalok a hét mindennapján járhatnak edzésre, attól függően, hogy az iskolai elfoglaltságuk mit enged meg. Ennek a rugalmas edzésrendnek köszönhetően heti 2-3 tréningen is részt tudnak venni.